Szia, az vagyok! Ebben a videóban végig fogjuk nézni a Season 3-as recap amit a Raider.io weboldalon lehet generálni. Hogyha nem tudod, hogy ezt hol is találod konkrétan, bemész a Raider.io weboldalra, ott regisztrálsz, vagy hogyha már regisztráltál, akkor bemész itt a profilodnál a settings beállításokra, és hozzáadod a Battle.net accountodat a profilodhoz. Miután ezt megcsináltad, rákadtintasz a hogy Community, és itt lesz az, hogy Dragonflight Season 3 Recap itt rákattintasz, ez el fog hozni erre a következő weboldalra, itt megmutatja, hogy milyen statok voltak, meg milyen állításokat készítettek a karakteredről, hogy milyen karakterekkel, milyen klasszokkal játszottál, milyen bosszokon mentél végig, és hasonlók. Itt egyébként lent le is írják, hogy hogy is kell megcsinálni és arra kell rákattintani, hogy generate your recap. És akkor az oldal elkezd kreálni neked egy ilyen teljes lebontást, hogy mit is csináltál season 3-ban. Ugye ma ér véget a season 3, és ezért gondoltam azt, hogy ezt végig fogom most futni veletek, és megmutatom, hogy mit is csináltam a karakteremen, vagy karaktereimen a season 3-ban. Szóval meg is érkeztünk ide, és akkor kezdjünk el lejjebb tekerni, akkor az első résznél azt fogják elmondani, hogy milyen klasszokkal és milyen spekkekkel voltál Raiden és Mythic plus -on. Szóval van teljesen 39 spek, és ebből 39 spekkel voltam Raiden és mitig plus is, szóval nagyjából mindenkivel. A legtöbbször retripalákkal voltam összerakva 468-szor, utána havok Demon Hunterekkel 333-szor, utána BM Hunter, Fury Warrior, Druida, Demolok, Mist és a legutolsó pedig Affilok 11-szer. Ó, az, az, azért eléggé durva. Uh, Szabrogó 25-ször, 29-szer. Nem is nagyon emlékszem, hogy hol láttam Feráldruidot, talán Raidbe, de Mythic plus nem teljesen emlékszem. Survey Hunter, na nézzük, Frost DK 48-szor, Hol van az, ami száztól kezdődik? Na, másik ánholi DK-val voltam benne, FireMage 90, és így tovább. Na, menjünk is tovább, hogy mi is lesz a következő. Oké, okay, akkor így gíráltam, Szóval az első héten, az első hét végénél 449-es ütemlevelbe voltam. Nem volt olyan nagyon-nagyon jó lútom az első héten igazából, és csak normált nyomtam végig, de teljesen lenyomtam egy normált, és konkrétan semmi nem esett az első héten. De azt hiszem egy item esett, mert 447-es item levelbe kezdtem el a Season 3-at. Akkor a második héten már 62, utána 71, 78, 82. Akkor itt eléggé stagnált, 85 és a 13-14. héten esett a Legendary, és innentől kezdve teljesen megállt, és a 14. hét óta ugyanakkor az itemlevelem, szóval 9 héten keresztül az itemlevelem nem változott semmit, mert nagyjából a maximum itemlevelem volt, ugye lehetett volna pár mit trakos itemem, amit fel tudtam volna upgrade 489-es itemlevelre, de hát ilyen az én szerencsém, én teljesen meg vagyok elégedve ezzel, és a legnagyobb non-legendary, ugye, ami nem legendary gear update volt, az 52 item level volt. Ahogy nézem, ez a 424-es item leveles ugye ez a vállas, ez szerintem az alt dk volt rajta, amit felhúztam a Dragonflight-os uh, 70-es karakterrel. Azok kapták ezt a 424-es item levelt, és ezt egyből le is cseréltem egy hero, vállasra, ami Mythic Plus Season 3-ból esett. Akkor, hogyha tovább megyünk, Raid Bosses, 374 Raid boss öltem meg, 4 Mythic Killen volt, 203 Heroic és 167 Normál, átlagosan a Mythic Raiderek 21 boss tölnek meg, nekem 4 volt, a Heroic Raiderek 34-et, nekem 203, és a normál raiderek 22-t nekem 167. Szóval ez egy elég érdekes szám, mert hogyha valaki mondjuk csak egyszer ölte a bosszokat, akkor az úgy elég érdekesen jön ki. Akkor never forget your first time. Szóval normálon első púra megöltem Gnarrútot, Heroikon is, Mítiken másodikra, aztán Igiránál két pull, három pull, tizenhárom, Volkorosznál egy, hét és három. Mítik előbb lement, mint Heroik akkor Kánszénál 1 és 7, Larodárnál 2, 12, Nyűminél 2, 8, Smolderonnál 3, 18, Tindralnál 2 és 51. Erre emlékszem, nekem Tindral nagyon-nagyon nehezen ment, és egyszerűen nem tudtam olyan gruppot találni. És, hogyha azt vesszük, én Firakot heroikon előbb megöltem, mint Tindralt. Szóval bekerültem egy grubba, egy firag grubba, ahol megöltük, nyolc pól után, mert ez biztos, ez, ez biztos vagyok, hogy ez, ez egy darab uh, raid grup volt, és Tindralnál pedig nem tudom, számtalan gruppon mentem végig, és a legközelebbi vibe az pedig Larodár hc volt, ami 4.54 HP-nál vibe -oltunk. Fú, ez azért nagyon durva. A az nekem nagyon necces boss volt amúgy. Szóval a Raid progress duration az azt jelenti, hogy mennyi időbe telt megcsinálni, ugye, mire megszereztem a teljes kilt, akkor normálon ugye első raid resetnél 4 óra alatt meglett, heroikon 9 nap és 5 óra, mikor meglett a boss, ez két raidrezet volt, és ugye métiken nem öltem, és firakkon 8 óra 42 percet töltöttem összesen. Tindralon 7 óra 51 percet, és Smolderonon 4 óra 57 percet. Hogyha itt lejjebb tovább megyünk, Mythic plus Key Progression. Az első héten volt egy 14-es fal, és utána a 16-os TOT, utána a 17-es DHT, Everbloom, Rise, Waycrest Manor, és így ment feljebb, utána már ott volt egy 21-es is, és szépen így mentünk tovább. Akkor itt volt egy kis pózsa, egy 21-es BRH, 22-es BRH és Rise, 23-as TOT, és én kezdve már igazából nem nagyon csátam semmit. Igen, tegnap megcsátam egy 20-as DHT-t, de amúgy végig 18-asokat csátam már így az utolsó hetekben, mert úgy voltam bele, hogy csak próbáltam temeket kiszedni. Azért az eléggé durva, hogy egyből egy 14-esbe ugrottam bele, úgyhogy 4-47-es gírem volt, mikor átjöttem Season 3-ba, de egyébként szerintem ez számomra ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény. Akkor Your Most Popular Specs három klasszal játszottam, és hat spekkel. Hm. Akkor Unholy DK-ból volt 224 ránom, ebbe benne van a fő és az alt dk is. Aug Evokerrel 57, Blood DK-val 48, Outlaw Rugóval 2. Ez ugye ez egy másik rugó, amit felhúztam, és konkrétan ennek a karakternek adogattam az összes ilyen flystone-os dolgot. Úgyhogy ezzel nem nagyon vettem komolyan. Frozdékával egyszer voltam benne, nem is emlékszem, hogy melyik Mythic plus voltam Frozdékával, és uh, Preservation Evoker-rel, ami ugye meg a Healer Evoker, azzal is egyszer voltam. Akkor your top Mythic Plus comps. Demon Hunter tankként, Disc Priest healerként, Fire Mage, Havok DH, és ugye én Unholy DK-ként, ezek voltak a populáris klasszok és spekkek, amikkel ben voltam, és hogyha megnézzük, 2-től ig általában Protpala, Resto, Druid, BM Hunter, Havok Demon Hunter és Redpala, aztán 10-től 15-ig, Demon Hunter, Resto Druid, BM Hunter, Demon Hunter és Redpala, és akkor 16 fölött pedig ugyanezek voltak. De Nekem nem nagyon hasonlít. Ugye a, a, két Demon Hunter az mindenhol ott van, az mindenféleképpen ott is kell lennie, de ugye a Priest az nem volt egy, egy nem tudom, egy meta class, mert ugye a monk, monkok meg a, meg a druidák voltak ott nagyon a toppon, de én nagyon meg voltam elégedve bármelyik priest is, amikor mentünk, én, én, én nagyon csípem a Priest híleket amúgy. Akkor menjünk is tovább. Szóval, akkor Most Run Dungeons. Wow, Galakronfa 53, Rise 49, nem, nem, tudom, hogy mi történt ott. Nem mondom azt, hogy szerettem ezeket az instákat, nekem Vécrest Manor volt a kedvencem, meg talán Fall, és Atal Dazart pedig ki nem valamiért, nem tudom, engem a totemes boss annyira így ellökött ettől az egésztől, hogy nem is akartam emberekkel menni, és in time 93 az tök jó, 96, akkor a Waycrest Manor 45 ránom volt, és 100%-os volt a completion, szóval mindegyik ránom, amit végig túltunk, az időre ment. Black Rook Holdban 44 rám volt, 97%-os completion -nál. a DHT-ban 40 ránom volt, 95-tel, Torn of the Tides-ban 39 ránom volt, és 100%-os volt a teljesítés, ugye itt ide konkrétan azért mentem, hogy kiessen a fegyver, itt nagyon-nagyon kellett a fegyver amíg nem volt meg a Legendary, ugye, akkor Everbloomba 33, ránom volt 93 os teljesítéssel, és Atal Dazárba 30 ránom volt, mindegyik 100 os volt a teljesítés. A legközelebbi kulcs az 27 másodperc kellett ahhoz, hogy kifussunk az időből. Ez egy 22-es Morrison Rise volt, és a legjobb kulcsom, ami, ami egy 11-es Vécresz Manor volt, nagyon kellene csak, hogy itt milyen gírbe lehettem, de 72% az időnek megmaradt, úgyhogy ezt gyorsan meg is nézzük. Hát igen, jó, Amux tankolt, és akkor én meg ott voltam 482-be, akkor 3000-es szkorra. Ja, hát ezen rettetően gyorsan végigfutottunk, és 10 perces volt a dungeon konkrétan. Ez a 18. héten történt, szóval nem volt annyira rég. És jó, akkor tekerjünk tovább, hogy még mi van itt. Your IO Score Evolution, az első héten 1399 skórom volt, a második héten 2000, utána 222527, és akkor itt elkezdett úgymond stagnálni, 3000 rating alatt voltam itt folyamatosan, és február 14-én, ugye ez Valentin nap, akkor kezdődött el a push, és felmentem 3000 fölé, és onnantól kezdve a 15. hét óta én konkrétan ez a 3022-es rétingen voltam, és ez már nem is nőtt többet, 333 dungeont futottam az összes karakteremmel egybevéve, és 5 nap, 9 óra, 1 percet töltöttem Mythic Plus dungeon -ükbe. Bár szerintem ezek csak azok a dungeon -ök, amiken végigmentünk, és azokat nem számolja bele, ahonnan kilépdestek az emberek, mikor utolsó bosszon voltunk, és, és más olyan dolgok, amiért valamitől nem tudtuk ezt az egészet végigcsinálni, és hogyha át akarnánk valahogy ezt számolni, 258 banánt kéne megennem, és feldolgoznom ahhoz, hogy ez az idő elteljen. Oké, okay. <laughs> ez egy eléggé érdekes összehasonlítás. Na nézzük, mi van még? Szóval, Meeting Plus Buddies, Amux, kétszer is itt vagy, úgyhogy ezt jegyezd meg, 31-szer mentem Amuxnak az első fő karakterével. Aztán miután meggondolta magát, vagy még előtte, 23 ránt mentem a másik karakterével, mind a kettő amúgy uh, tank-monk, akkor Bubóvelet 29-szer futottam, Alheimel 22-szer, és Lajjal pedig 8-szor. Oké, okay. szóval menjünk is tovább, és nagyjából ennyi? Ah, oké. Okay. És akkor itt vége is lenne az egésznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked milyen érdekes dolgok voltak a 13 3-as rikepedbe, úgyhogy ne felejtsd el leírni kommentbe, hogy neked mik voltak azok a meglepetések, amik nagyon-nagyon furcsálottad. Szerintem azok, hogy milyen klasszokkal mentek az emberek, nagyjából mindenkinek ugyanaz volt, azon nem nagyon van mi meglepődni, de azért kíváncsian várom, hogy miket fogtok lerakni a kommentekbe, ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra további tartalmakért. Várlak titeket Season 4-ben, és hogyha felmentek a csatornámra, a lejátszási listákban már megtaláljátok az összes Season 4-es Dungeon Guide videót, ahol nem csak a boss, de a trash taktikákat is elmagyarázom. Köszönöm szépen a figyelmet, szia!